Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 20-án. Április 20-a születésnapom. Mi Mallorca szigetén élünk, és itt emiatt a koronavírus miatt otthon kell, hogy maradjunk. Tehát nem szabad kijárni, csak egy személy mehet vásárolni egy közelben lévő élelmiszerüzletben, és az azt jelenti, hogy én már 2 hónapja itt a házban vagyok, és a ház körül, és most a születésnapomon sem szabad, hogy kimenjünk, de ennek ellenére fogom a férjemmel a születésnapomat ünnepelni. Tegnap volt egy hívásom Svájcból, és ez a hölgy azt mondta nekem a telefonban, irigyellek téged, hogy te magyar vagy, és mi örülnénk annak, ha Orbán a mi elnökünk lenne, és úgy gondolom, hogy Magyarország kivirágzik az ő politikai hatása alatt. Ez volt a telefonbeszélgetés lényege. Ezzel csak annyit szerettem volna mondani, hogy tényleg büszke vagyok arra, amit Magyarország elért. Én még a változások előtt kikerültem Nyugat-Európába, Németországba, a Fekete Erdőbe. Annak idején még Kádár volt a miniszterelnök. Annak idején minden olyan szürke volt, így vannak az emlékeim, nem az, ami az én életemet illeti, hanem a város képét illeti. És Budapest tényleg csodálatos. Csodálatos, szép, és a férjem, aki nem ismeri Magyarországot, hiszen német születésű, ő el van ragadtatva Magyarországtól, nem csak Budapesttől, hanem a vidéki falvaktól is, és neki az volt a benyomása, hogy az emberek olyan segítőkészek, kedvesek, ápoltak, a hölgyek nagyon szépek és ápoltak, és sugárzik belőlük ez az optimizmus. Itt fejlődések lesznek, itt valami ki lesz építve. És pontosan ez, amit én is érzek. De most rátérünk a lapokra. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, mi foglalkoztatja őt, mik a tervei. Ez az első lap megadja rá a választ. Itt látunk egy hölgyet, aki levelet ír. Ő vár valamire, ő vár egy hírre. Ez a levél jelenthet egy dokumentumot is, ami itt alá lesz írva. Ez a hohepriesterin, ez a főpapnő jelenti a sorsot is. Hogy ez a sorsok könyvébe bele van írva, ami most következik. És ő ebben megbízik. A második kérdés az lenne, milyenek az ő érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Itt vitákról, veszekedésekről van szó, és ő nem tudja a nyugalmát megtartani. Amit veletek közöl, ez most a visszahúzódás. Az is lehet, hogy ezen a visszahúzódáson kívül ő egy új utat nyit maga felé, és szeretné, ha ti követnétek őt. Ezek olyan vallási témák, vagy ilyen spirituális dolgok. A napi energiát ez a kislány mutatja, és szimbolizálja az újdonságokat, vagy egy új hírt, vagy egy új utat. És itt a kezében
van a szerencse szimbóluma a 4 levelű lóher. Tehát ezek az újdonságok, amik most várhatóak lesznek a napokban, az szerencsét fog hozni neki is, nektek is. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!